Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Kérés volt ez a videó is. Azt nézzük meg benne, hogy milyen érzései vannak a másik félnek, illetve, hogy mi várható a következő két hónap során a szerelmi életben. Ez volt a témajavaslat. Remélem, hogy másoknak is tud majd segíteni ez a kirakás. Ha kevésnek érzitek, akkor érdemes egyéni tanácsot kérni. Ezt az e-mail címen, messenger üzenetben is megtehetitek, vagy a weboldalon keresztül a szolgáltatások menüben ki tudjátok választani, és ki is lehet fizetni a megrendelt elemzést. Ha a prémium csoportba szeretnétek jelentkezni, ez egy előfizetéses csoport, ahol olyan videók is vannak, illetve kérésre is készülnek videók, amiket máshol nem láthattok, illetve előbb kerülnek fel ide a videók, mint a YouTube csatornára, akkor azt is olvashatjátok a videó leírásában, hogy mi módon és hogyan, hol lehet jelentkezni a prémium csoportba. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit. Nézzük akkor meg ezt a kirakást, és először mindenképp az általános energiát nézzük, mert az már sokat elárul, hogy most mi van a kapcsolatban. Ez a kardok hatos fordítva van, illetve a diadalszekér is. Na, még egyet nézzünk. És egy kardok ötös lapja. Hát itt az látszik, hogy nem szűnt meg ez a kapcsolat, nincs még igazából tovább lépés, és nagyon sok gondolkodás van azt illetően, hogy hogyan tovább, hogy mit kellene tenni. Ismétlődő helyzeteket is jelent a kardok ötös lapja, tehát itt energiaként megjelenhet az is, hogy megint legyen kapcsolat, vagy történjen valamilyen változás, és aztán ez a kardokötös állapot, ez mindig valahol visszavisz ugyanoda. Tehát valahol kéne változtatni itt a dolgok menetén, ahhoz, hogy aztán tényleg meg tudjon változni az egész helyzet. Miért nincs konkrétan tovább lépés? Ugye ez a kardok hatos a problémák felvállalását is jelenti, problémák megoldását a kapcsolatban, ami most nem tud megtörténni. Miért nincs ez? A ragaszkodás a megszokott helyzethez az a fajta állapot, amikor a rutinszerű állapot az itt akadályként ugye fogva tart. Nincsen olyan változtató cselekvés tett hozzáállás, ami el tudná indítani új irányba a kapcsolatot. Miért vannak ezek az ismétlődő helyzetek, gondolatok? Ragaszkodás ahhoz, ami van, és a nagyon nehéz változtatás. Hasonló a két lap, az uralkodó, illetve az érmék királya is. Mindkettőben a negatív oldalot van a merevség, a ragaszkodás. Tehát valamiféleképpen mind a kettő arra utal, hogy nagy változtatás kellene, rugalmasság kellene ahhoz, hogy ez a diadalszekér, ez ne fordítva legyen, illetve a kardok hatos sem fordítva legyen, hanem létre tudjon jönni a tovább lépés. Hogy érzi magát most ő általánosságban, mindennapokban? Hogyha kettőtök kapcsolatára gondol. Erőlapja fordítva, nincs ereje ahhoz, hogy változtasson, és ezt nagyon nehéznek éli meg, ezt az erőtlenséget. Úgy érzi, hogy tovább kell mennie, és hogy nem tud létrejönni már az szép érzelmi egyensúly, az a harmónia, az érzelmek, megélt érzések, ami volt, ami szép volt, az nem visszahozható. Érzelmileg egy ilyen kifáradt, kimerült állapot is jellemezheti, illetve nagyon leterheltnek érzi magát, és úgy érzi, hogy ezen
nem nagyon lehet változtatni. Irántad az érzései. Szeretetteli, szerelmes érzései vannak, de úgy érzi, hogy döntést kell hoznia annak érdekében, hogy egyensúly legyen, hogy át tudjon alakulni a kapcsolat, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus állapotba kerülhessen a kapcsolat. Szeret téged, mit jelent ez a kelyhek királya, valahol bízik abban, hogy még elkezdődhet kettőtök között valami olyan új, ami stabil lesz, ami hosszú távon, kiszámíthatóan élvezhető kapcsolat lesz. Ez a felvállalt kapcsolatot is jelentheti. Nézzük, hogy mi a legnagyobb akadálya az ő részéről ennek. Nagy részt a negatív gondolkodás, ami fogva tartja, és nagyon nagy kihívásnak éli meg ez a vajon létre tudom hozni, vajon van-e elég erőm hozzá, van-e módomban olyan eszközehez, olyan cselekvés, ami aztán változtatást tud hozni. Sokkal rosszabbnak látja a helyzetet, akár mint amennyien valójában, és nem látja lehetőségeket maga előtt, hogy ezen ő tudna változtatni. Tehát van egyrészről egy elég negatív hozzáállás, másrészről pedig nem is bízik abban, hogy itt változás lehetséges. Mi az, ami leginkább segíthetne neki, hogy itt legyen változás? Nagyrészt egyébként őtől lefügg, hogy itt hölgy kérdezte, tehát nagyrészt itt őtől lefügg a uralkodó, mint személyjelölő, tehát hogy ő benne vannak ilyen nagyon megrögzött gondolkodási minta, illetve ragaszkodás bizonyos gondolatokhoz, helyzetekhez, amin változtatni kéne. Hát itt azért látszik legnagyobb akadályként is, hogy elég negatívan áll a dolgokhoz. Mi az, ami segíthetne? Most azt nézzük. Ha hallgatna az érzelmeire, érzelmileg elérne egy stabilitást, és meghatározná azt, hogy tulajdonképp milyen úton akar tovább menni. És aztán olyan döntéseket hozna, ami ténylegesen tud a kapcsolat jellegén is változtatni, illetve a kapcsolat stabilitását is meg tudná hozni. Tehát ő neki leginkább az érzelmek blokkolják, félelmek lehetnek benne, illetve hát a gondolkodás és a túlagyalás, ami hozza ezeket a félelmeket, azon való változtatás is kellene ahhoz, hogy ő is tudjon változtatni. És merre felé tart ez a kapcsolat? Nem tud szintet lépni a kapcsolat, és a továbblépés felé halad. Van egyfajta várakozás abban, hogy még valami eredmény lehet, még átalakulhat ez az egész helyzet. De ez egy nagyon nehezített állapot, ami most van az is, illetve hát a jövőt illetően sem látszik, hogy itt nagyon meg tudnának változni a dolgok, illetve hogy tudna változni a kapcsolat. És akkor nézzük azt, hogy mire lehet számítani a szerelmi életterületén a következő 2 hónapban. Hát bizonytalanságra mindenképp, hogy milyen úton, módon kellene elindulni, és nem igazán lehet lezárni még a múltat. És ezzel kapcsolatosan nagyon sok gondolkodás, nagyon sok negatív érzelem is feljöhet, hogy egyáltalán megvalósítható az az álom, az a vágy, ami a jövővel kapcsolatos, az új szerelemnek a megjelenése.
Hát egy bizonytalanság jellemzi ezt a következő 2 hónapot, mert nem tud még lezárulni az, ami eddig volt. Na most ez a kapcsolatra is vonatkozhat, másrészt pedig arra a döntésre, amire szükség van ahhoz, hogy változzon az egész helyzet. Érzelmekben ez mit jelent? Még akadályozott a tovább lépés, és egy kiegyensúlyozatlan érzelmi állapot, ami látszik. Ugyanakkor ott van érzésként a megújulásnak a vágya, a gondolata, hogy hogyan lehetne teljesen új életet kezdeni, és megjelenhet egyfajta nyitottság is ez felé. Hát ehhez nyilván ugye azokat az akadályozó gondolatokat, érzéseket feloldani, elengedni, lezárni a kapcsolatot, hogyha ő nem tud változtatni, amikhez ő ragaszkodik, mint elvek, mint elgondolások, akkor ugye mindig az a feladat, a másik helyett nem tudunk megtenni semmit, csak saját magunk, a saját magunk érdekében. És mit tanácsol neked a kártya? Érmék 9-es, ez egy nagyon gyakran kijön ez a kártya tanácsként. Ez egy olyan kártya, hogy te legyél az életedben a legfontosabb saját magadnak. Tedd azt, ami kényelmes, minél több olyan dolgot, ami örömteli. Viselkedj úgy, ahogy te igazán szeretnél viselkedni. Tehát ez egy jó értelemben vett önzőséget jelent ez a kártya. Mindent tegyél meg azért, hogy jól érezd magad. Ez a mindennapokban az olyan programokat is jelenti, ami neked örömteli, ami létrehozza benned az egyensúlyt, a biztonságérzetet, és legyél az te életednek a királynője. Az uralkodó nő az a nőiesség megélését jelenti, kreativitást jelent, az élet élvezetét jelenti, hogy azért tegyél, hogy te megint csak itt a kiegyensúlyozottság, a harmónia, a béke állapotába tudj kerülni. Sokszor ilyen kapcsolati téren, amikor ilyen problémás helyzet van, akkor ez egy nagyon nagy kihívást tud jelenteni, de hát pont ez a feladatnak a lényege, hogy el tud érni azt, hogy te legyél magadnak a legfontosabb, hogy állj ehhez hozzá. A csalódások feloldása, azoknak az érzelmeknek a feloldása, amik ilyen érzelmi blokkokat okoznak. Theta healing kapcsán nagyon sokszor megyünk bele olyan érzelmekbe, amik úgy normál állapotban nem is tudatosodnak, hogy ott vannak a mélyben, a tudatalattiban, és ezek bizony nagyon sok blokkot tudnak okozni. Hát itt az a fő feladat, hogy ami csalódás volt, és ami még nyoma van benned, ami lehet egészen régi, lehet, hogy nem is ezzel a kapcsolattal összefüggő, de lehet, hogy ezzel is összefüggő, hogy azokat meggyógyítani, kioldani, hogy azok már semmiféleképpen ne tudjanak gátolni ebben, hogy te ki tud alakítani ezt az új életet. És hogyha ez sikerül, ugye ez már egy ilyen közvetett kérdés. Tehát, hogyha te ezt meg tudod valósítani, az mit hoz szerelmi életben? El tudod engedni azokat a ragaszkodásokat, amik ott lehetnek most még benned. A saját spirituális utadon is nagyon nagy lépéseket tudsz tenni, sokkal jobban megismered, hogy mi motivál téged, mi az, ami felé szeretnél menni. Olyan kétségeket tudsz letenni, amik még ott vannak benned. És el tudsz indulni egy új úton, megtervezve azt, hogy merre szeretnél menni. Itt még talán az is benne van, hogy el tudod érni azt, hogy akár kapcsolat nélkül is tökéletesen jól érzed magad, és az egy plusz tud adni, hogyha
elindul egy, akár egy új kapcsolat, akár egy új helyzet a kapcsolatban. Ezt mutatta most a tarókártya erre a kérdésre. Remélem, hogy valamennyit tudott mindenkinek segíteni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek!